Miközben a labdarúgók szabadságukat töltik, a Nyíregyháza Spartakusz vezetése néhányukkal egyeztetett a közös folytatásról. A megállapodás értelmében megfelelő ajánlat esetén 4 játékos átigazolása elé nem gördít akadályt a Spari. Távozhat a klubtól Ács Ádám, Barna Szabolcs, Heffler Norbert és Pölöskei Péter. Utóbbi a tavalyi évben az NB3-ban a csapat leggólerősebb játékosa volt, 22 találatával a 3. helyen végzett a góllövő listán. Heffler Norbert és Barna Szabolcs a nyáron érkeztek Nyíregyházára, utóbbi 5 előbbi 10 alkalommal játszott ősszel és 1 gólt szerzett. Ács Ádám saját nevelésű labdarúgó, ő a Magyar Kupában játszott. Az együttes január 4-én kezdi a felkészülést, és érkezhet új játékos a klubhoz. Ahol szívesen látnék, és folyamatosan hiányzik, az egy befejező csatár. Tehát nekünk egy olyan ékre, egy olyan centerre nagy szükségünk lenne, aki 10-12 gólt tud rúgni szezononként. Ez hiányzott most is. Pölöskei, ha ezt megrúgja, akkor szerintem ott vagyunk a dobogon. Ritka az ilyen csatár, aki most szabad is, megszerezhető és magyar is legyen, ugye több szempontot kell figyelembe venni, de keressük. Ilyen is szóba került környező országokba, akinek vannak magyar felmenői, azok között is szétnézünk. Tehát február 25-ig még nagyon sok idő fog eltelni, az a téli átigazolási szezonnak a vége időszaknak. Ha találunk ilyen embert, akkor le fogjuk igazolni, nem elsősorban pénzkérdés. A Spari a téli felkészülés alatt 2 is edzőtáborba utazik Törökországba, ahol külföldi csapatok ellen vív edzőmeccseket. A bajnokság február 19-én kezdődik, az első ellenfél a Vác lesz.